Üdvözlök mindenkit, Székely Tamás vagyok, mint az, hogy elhangzott, és a bitcoin rosszindulatú felhasználhatóságáról fogok beszélni, illetve hát végül is ennek a körülményeiről. Először is, hogy miből fog ez az egész felépülni. Első körbe maga a bitcoin. A bitcoin, mi ez a bitcoin, hogy működik, amennyire tudunk, amennyire az idő engedi, bele fogok menni a technikai részletekbe is. Majd pusztán említés szinten egy slide erejéig mellé teszem a Tor Networköt, és erre az alapra már fel fogjuk tudni építeni a pénzmosást, ami a bitcoin világában sokkal inkább a bitcoinnak az anonimizálása mixing szerviszeken keresztül, mint tényleges pénzmosás. És hogyha már így szép tiszta pénzünk van, ami anonim, akkor megnézzük, hogy mit kaphatunk ebből a fekete piacon. Először is néhány gondolat a bitcoinról. A bitcoin az egyik legegyszerűbb és a legolcsóbb fizetőeszköz, ami elektronikusan szerintem rendelkezésre áll. Nagyon egyszerű, mert mindössze pár kattintással indíthatunk tranzakciókat, és nagyon olcsó, mert egész konkrétan ingyen van. Vannak bizonyos kivételek, adhatunk jutalékot, de alapvetően ez egy ingyen rendelkezésre álló fizetési eszköz. Egy önmagát Satoshi Nakamoto-nak nevező úriember találta ki a dolgot 2008-ban, majd a gyakorlati megvalósítás 2009. január 3-án történt. Azért fogalmaztam így, hogy egy önmagát Satoshi Nakamoto-nak nevező úriember, mert annak ellenére, hogy ő Japánnak vallja magát, bizonyos helyeken túl szép irodalmi britangolt használ, más helyeken meg amerikai szlenget, tehát úgy tűnik, hogy egy csoport áll a dolog hátterébe, bár egyelőre még nem sikerült kideríteni, hogy pontosan kik. Egy teljes egészében peer-to-peer alapú decentralizált rendszerről beszélünk, ami egyrészt azt jelenti, ugye, hogy egy szerver lefoglalásával nem tudják az egész rendszert kinyírni, másfelől viszont azt is, hogy nincs központi hatóság, aki ellenőrzés alá hajthatná ezt az egész rendszert, nincsenek sarcok, nincsenek különböző díjak, amit a felhasználóknak meg kell fizetni, tényleg teljes egészében a peerek működtetik a rendszert. Mivel nincs központi hatóság, aki védhetné ezt az egészet törvényekkel, büntivel, amit ugye általában a banki hamisítókra szoktak rávetni, így más módon kellett megoldani a védelmét a rendszernek. Erre van egy tökéletes módszer az informatika világában, ugye kriptográfiai alapon történik ez az egész. Elliptic körvöt használ, ami ugye egy PKI infrastruktúrai, illetve annak az implementációja, illetve még az SHA-256-os algoritmusról fogunk beszélni, az, ami relatív hangsúlyos a bitcoin világában. Számos előnnyel találkozhatunk, hogyha mondjuk megnézzük a bitcoin.org-ot, ezeket én most nem szeretném felolvasni, amit részletesebben érinteni fogok, az a biztonság és az identitásvédelem, valamint ez annyira jó volt, hogy nem hagyhattam le a slide-ról. Szerintem már mindenki szívott PCI compliance-szel. A bitcoin kibocsátása a rendszer által meghatározott módon történik. Ez egy 4 évente feleződő kibocsátás. Jelenleg 10 percenként kb. 25 bitcoin kerül forgalomba. És ez, hogy ilyen jól szabályozott a kibocsátása, több dolgot is jelent. Egyrészt azt, hogy amiatt, hogy stabil a kibocsátás, kevésbé inflálódik, sőt, hogyha ezt a görbét lekövetjük a végéig, ott a kibocsátás gyakorlatilag nullára csökken, ahol azt lehet mondani, hogy a bitcoin megszűnik inflálódni, sőt, mivel mint minden valutát ezt is a többihez képest mérik, és a többi valuta továbbra is inflálódik, a defláció jelenségével találkozhatunk egy idő után, de hogyha azt vesszük, a bitcoin már most is deflálódik, egyre többet ér relatív a többi valutához képest. És hogyha már a bitcoin értékéről beszélünk, a bitcoinnak valódi értéke van. Több szájt is foglalkozik azzal, hogy bitcoint más valutanemekre vált, legjellemzőbben USA dollárra. Én ezek közül a legnagyobbat, a Mt. Gox-ot fogom pár slide erejéig bemutatni. Ez a grafikon itt a tetejéről, itt a slide tetején a Mt. Gox-ról származik, és a szeptemberi árfolyam alakulást mutatja be. Az látszik, hogy a bitcoin nem annyira stabil, mint mondjuk egy átlagos valuta, vagy legalábbis kicsit nagyobb itt a fluktuáció. Jelenleg egyébként az árfolyam 136 dollár körül van.
És hogyha már az instabilitásáról beszéltünk, akkor szeretném megmutatni, hogy mi történt áprilisban. Itt pusztán azért, mert a Mt.Gox szerverei azt hiszem, hogy összesen két napra elérhetetlenné váltak. $266-ról $60-ra esett vissza az árfolyam, tehát egy nagyon radikális esésről beszélhetünk. Hát mindenkinek az volt az első feltételezése, hogy megdédoszolták a Mt.Gox szervereit. Erre a feltételezéssel arra reagált, hogy igazából ez nem DDoS volt, csak annyira sikeres ez a fizetőeszköz, meg az ő oldaluk, hogy egész egyszerűen nem bírták ezt a terhelést. Egyébként ez, hogy Mt.Gox, honnan ered a név, szerintem elég vicces. Ez a Magic the Gathering nevű kártyajátéknak az online változata, illetve az ahhoz létrehozott cserélgetés oldal. Ez a Magic the Gathering Online Exchange-nek végülis a rövidítése. Csak hát egy idő után, vagy talán még a kezdetekben felhagytak a kártyacserélgetéssel, és a Bitcoin tőzsde vette át a fő profilt. Oké. Hát hogy lehet bitcoinunk? Először is szükségünk van egy walletre. Walletből van szoftveres vagy online. Én most a szoftveres walletekkel fogok foglalkozni, mert így sokkal közelebb kerül hozzánk a kriptográfia. Online walletet bárki regisztrálhat viszonylag egyszerűen. Szoftveres walletek közül pedig ez a három a legjellemzőbb, a legrelevánsabb. A Bitcoin QT biztosítja végül is a rendszer alapját. Hogyha ezt választjuk, akkor a kliensünk kapásból néhány száz megányi tranzakciós archívot letölt, ami végül is a Bitcoin világába eddig végrehajtott összes tranzakciót tartalmazni fogja. A multibit egy sokkal erőforrás hatékonyabb, egy ilyen lightweight megoldás, kevesebb feature van, de a gépigény is lényegesen kisebb, az Armory pedig a legnagyobb biztonságot ígéri. Kipróbáltam ezt is, Windowsra legalábbis még egész biztos, hogy csak béta van, de azt gondolom, hogy érdemes odafigyelni erre, hogy mi lesz még a jövőben. Így néz ki egyébként a Bitcoin QT. Látszik, hogy három walletet hoztam létre. Igazából 260. walletet lehet létrehozni a Bitcoin rendszerébe, ami egy elég nagy szám. És beszéltem arról, hogy PKI infrastruktúrán alapszik ez az egész. Tehát kell, hogy legyen egy publikus kulcsunk. Publikus kulcsra pedig azt szokták mondani, hogy ez maga a cím. Ami hát majdnem igaz is. Annyi kiegészítést érdemes hozzá tenni, hogy igazából a publikus kulcsot még elhesseljük először SHA-256-tal, majd RIPEN-160-nal, és az így kapott hashhez még hozzáfűzzük a verziót, meg a checksumot, és az egészet B58-al enkódoljuk. Így végeredményben kapunk egy kb. 33 karakterből álló stringet, és ez lesz a publikus cím. Itt ez a RIPEN-160, ami a külső hash, ez határozza meg végül is ugye létrehozható címeknek a számát. Hát 260-on, ez egy nagyon jó videóban úgy van leírva, hogyha a Föld összes porszeméhez tartozna még egy Föld, akkor annak az összes porszeme sem lenne annyi, mint ez a szám. Tehát ez tényleg egy egész elképesztő szám. De a legjobb bizonyíték talán arra egy informatikai megközelítésben, hogy mekkora ez a szám, az, hogy a rendszer nem is ellenőrzi, mikor létrehoz egy kulcspárt, hogy az már használatban van-e vagy nem. Mert egész egyszerűen akkor a key space van. A privát kulcs, ja igen, még egy kis kitérő. Hogyha valakit részletesebben érdekel, akkor itt azért ez le van írva. Ezt főleg azoknak a kedvéért raktam bele, akik majd esetleg videóról nézik vissza. Illetve van egy nagyon jó link, ahol tényleg fejlesztőknek is le van írva. Tehát nagyon részletesen az egész Bitcoin protokollnak a működése. Privát kulcs. A privát kulcs a wallet.dat nevű fájlunkban lakik, a felső út ez a Windowsos, az alsó pedig a Linuxos. A wallet.dat igazából egy olyan fájl, amiben azért úgy minden benne van, tehát például a publikus kulcs is, meg minden információ, ami ahhoz kell, hogyha mondjuk átvisszük egy másik gépre a pénztárcánkat, akkor újra életre kelthessük. Tehát minden ebben a fájlocskában lakik, az összes walletünket át lehet vele bekapolni, egyébként jelszóval védhető, valamint hát nyilván, hogyha olyan értékekről van szó, akkor megoldható ennek a TrueCrypt-en tárolása, esetleg enkriptált homefolderbe, vagy netán BitLocker-en. És akkor nézzünk egy tranzakciót, hogy hogyan néz ki. De elsőre kicsit csúnya, de a valóságban igazából nagyon egyszerű. A Bitcoin először is azt fontos tisztázni, hogy a Bitcoin nem tartja nyilván az egyes pénztárcáknak az egyenlegét. Viszont a tranzakciók teljesen nyíltak, publikusak, az összes tranzakció látszik minden peer számára.
Tehát végeredményben az, hogy nekem mennyi bitcoinom van, a bejövő tranzakcióimmal tudom igazolni. És hogyha valakinek utalni szeretnék, az is úgy történik, hogy fogom a bejövő tranzakciómat, ahol ugye én voltam a kedvezményezett, még egy előző utalás esetén, illetve a következő tulajdonosnak a publikus kulcsát, és ezt a kettőt összehashelem. Majd ezt a hasht a saját privát kulcsommal aláírom. Így ennek két funkció is van. Egyrészt, mivel a privát kulcsommal írtam alá, a publikus kulcsommal bárki vissza tudja ellenőrizni a tranzakciót, és vissza is ellenőrzik, ugyanis miután ezt elküldöm az összes píremnek, és ők is tovább küldik a saját píreiknek, minden pír megnézi, hogy egyáltalán volt-e fedezet ennek a tranzakciónak. Másfelől viszont ez az aláírás fingerprintként is működik, tehát azt is biztosítja, hogy ne lehessen módosítani ezt a tranzakciót, vagy hogyha ez mégis megtörténik, akkor az egyértelműen kiderüljön. Egy ideje ismeri már a Wireshark is a Bitcoin protokollt, az újabb Wireshark-ok már egész biztosan, úgyhogy így Wireshark-ra is meg tudom mutatni, hogy hogy néz ki egy tranzakció. Itt látszik, hogy van egy darab input és kettő darab output tranzakció. Ez viszonylag tipikus a Bitcoin világában, ugyanis nézzünk egy konkrét példát. Blockexplorer.com-on egyébként meg lehet nézni az összes tranzakciót, egy online, nagyon átlátható online felületen lehet rájuk keresni. Ez a kép is onnan van, kicsit megmanipuláltam, de alapvetően onnan származik. És itt van egy konkrét példa, ahol van egy bejövő tranzakció meghivatkozva, ami 3 bitcoin értékű, viszont csak egy bitcoint szeretnénk átutalni. Rendelkeznünk kell a maradék 2 bitcoin sorsáról is, hogy azzal mi történjen. Jellegzetesen ezt visszautaljuk magunknak, és hogyha ezt nem tennénk meg, akkor ez a bitcoin számunkra elvészne. Tehát ezért ez egy viszonylag tipikus jelenség, hogy 2 output van, és az egyik output végül is a saját címünk, tehát magunknak utaljuk vissza, mondjuk azt, hogy a visszajárót. Természetesen, mivel peer-to-peer alapú hálózatról beszélünk, egy csomó problémát meg kell oldani. Például, hogy ugye beszéltünk róla, hogy minden peer validálja az éppen aktuális tranzakciót, de értelemszerűen az, hogy kétszeresen el lett-e költve ez a pénz, vagy valaki próbált-e ügyeskedni, csak úgy tudják megtenni, hogy az első tranzakciót, amit kapok, azt elfogadom validnak, hogyha valaki ugyanezt az input tranzakciót próbálja másodszor is meghivatkozni, akkor az már nem lesz valid. És itt egy konkrét esetet nézve, mondjuk Alice-től kapott Mallory 1 bitcoint, és Mallory elkezd ügyeskedni. Küld először Bobnak 1 bitcoint, majd ugyanezt az input tranzakciót meghivatkozva, magának küldi ezt a bitcoint. Előállhat az a helyzet, hogy a zöld útvonalon jelölt pírek más tranzakciót vélnek validnak, mint a piros úton jelölt pírek. És alapvetően az a lényeg, hogy végül is a rendszer szempontjából teljesen lényegtelen, hogy ez az egy bitcoin most kinél van, illetve hogyha ez valamilyen úton visszakövethető és ellenőrizhető, akkor a felhasználók szempontjából is, de mindenképp fel kell valahogy oldani ezt a konfliktus helyzetet. Ezt a konfliktus helyzet feloldást például egy timestamp rendszerre lehetne megoldani, de ugye beszéltünk róla, hogy a bitcoin egy teljesen peer-to-peer alapú, decentralizált rendszer, tehát erre elég trükkös megoldások lehetnek csak. Egyébként erre a blokkokat találták ki. A blokkok a tranzakciókat keretekbe foglaló egységek, és nagyon fontos, hogy minden blokkban benne van az előző blokknak a hashe is. Így végül is egy láncolatot alkotnak, egy felbonthatatlan láncolatot. Hogyha valaki megpróbál belepiszkálni, ugye nem fog stimmelni a hash, tehát lényeg az, hogy ez így egy stabil alapja a dolognak. Előre nézve pedig valahogy meg kell nehezíteni azt, hogy bárki blokkot hozhasson létre, mert így nyilván lehetne mindenféle tranzakciókat validálni, olyan tranzakciókat, amik adott esetben nem validak. Erre jött létre a Proof of Work koncept, ami egy bonyolult matematikai feladat, illetve hát mondjuk azt, hogy ez sokkal inkább egy lottóhúzáshoz hasonlít, tehát lényeg az, hogy egy nagyon időigényes feladat. Úgy néz ki ugyanis a dolog, hogy itt van ez a blokkinfo, amiben a blokknak az adatai szerepelnek, tehát például az előző blokknak a hashe, például a tranzakciók, meg egyéb blokkra jellemző információk, és ehhez annak, aki a blokkot létre szeretné hozni, olyan véletlenszerű biteket kell hozzáfűznie, hogyha ezt az egészet elhesseljük kétszer AS256-tal, azért kétszer, hogy még processzorigényesebb legyen ez a feladat,
akkor ennek az egésznek, tehát az így kapott hashnek kisebbnek kell lennie, mint az éppen aktuális targetnek. A target az egy 256 bites szám, ami folyamatosan csökken, ahogy a számítási kapacitása nő a bitcoinnak. Tehát végeredményben a rendszer azt fogja elérni, hogy egy blokk 10 perc alatt jöjjön létre. Hogyha hirtelen mindenki elkezd durva mining hardvereket vásárol, és mindenki elkezd blokkokat számolgatni, akkor úgy fogja beszetelni a targetet, hogy akkor is 10 perc legyen. Tehát végül is valahol azok, akik bitcoin bányásznak, és ettől remélik a pénzszerzésüket, kicsit egymás ellen harcolnak, de erre majd részletesebben kitérek. Jó, tehát akkor ez megvan. Beszéltünk arról, hogy a blokkok láncokat alkotnak. Mi történik akkor, hogyha egy időbe hoz két peer létre egy blokkot? Alapvetően az a blokk lesz a nyertes, akit folytatni fognak. Tehát mindig a leghosszabb lánc fog nyerni. Egy bitcoin tranzakció általában azt mondják, 6 blokk után, tehát körülbelül egy óra után megbízhatónak számít. És csalni sem nagyon érdemes azáltal, hogy valaki megpróbál akkor gyorsan hosszú láncot generálni, mert ehhez olyan számítási kapacitásra lenne szüksége, ugye itt ez egy peer-to-peer hálózat, tehát hogyha én gyorsabb akarok lenni a többieknél, akkor az egész világgal kell versenyeznem. Ehhez egyrészt nagyon nagy számítási kapacitás kéne, másrészt meg azért szerencse is, tehát ez nem túl megtérülő befektetés. Már csak azért sem, mert hogyha tegyük fel lenne is ekkora számítási kapacitásom, akkor hogyha ezt a számítási kapacitást inkább bitcoin bányászásra fordítanám, sokkal több pénzt érhetnék el, mint hogyha megpróbálok ilyen piti csalásokkal operálni. Egyébként minden blokk, tehát hogyha két blokk egy időben jön létre, akkor is azok különbözőek, ugyanis mindig aki megfejti a blokkot, tehát ezt a proof of work dolgot, aki megfejti, mindig magának írja jóvá a blokkon belül az első tranzakciót, ami jelen esetben 25 bitcoin, plusz a blokkon belül szereplő tranzakcióknak az illetéke, hogyha valaki ad illetéket. Ez az a 25 bitcoin, ami végül is a pénzkibocsátást lehetővé teszi. Tehát végül is a blokkoknak a létrehozása útján kerül a rendszerbe a pénz. Először, amikor kitalálták ezt az egész koncepciót, akkor processzor alapú bányászatra találták ki a dolgot. Aztán jöttek a GPU-k, számítási kapacitásban a többszörösét tudták nyújtani a CPU-knál megszokottaknak, és jelenleg az a tendencia, hogy asicokra áll át mindenki. Most, hogy konkrét példákkal éljek, kipróbáltam a bányászatot, 3 hétig ment a szerverszobába egy 7870-es ATI videokártya, a 3 hét alatt a rezsiköltsége a számítógépnek, hát olyan 250 wattot evett egyébként, nagyságrendileg 5000 forint volt, sikerült hát egy ilyen 6-7 dollárt összeszednem vele. Tehát aki GPU-val próbál bányászni manapság, az valószínűleg túl messzire nem fut, ugyanis az asicok, konkrét számszerű adatokat nyúlva, a 7870-es kártya pont azt a számítási teljesítményt tudja, mint a képen szereplő legprimitívebb asic, amit kapni lehet. A videókártya az 60-70 ezer forint, nem tudom, kb. Annyi. Egy ilyen asic meg 6-7 ezer forint. A videókártya ugye a géppel együtt teszik, hát 250 wattot mondjuk. Egy ilyen asic, hogyha beledugom mondjuk egy Raspberry-be, akkor a kettő együtt teszik 5 wattot. Tehát lényeges különbség van. És egyébként ez látszik a bitcoin számítási kapacitásának a növekedésén is. Itt azt lehet mondani, hogy az elmúlt 2 hónapban, tehát az elmúlt 2 hónapban a 4-szeresére nőtt a bitcoin számítási kapacitása, és ez egyértelműen az asicok elterjedésének tulajdonítható. Hogyha rákerestünk volna a mining grid-re a bitcoin létezése előtt, akkor ezt a képet kaptuk volna. Érdekes. Hogyha rákerestünk múlt héten, akkor ez. Tehát a mining rig kifejezés annyira a bitcoin bányászatnak az egyeduralkodó kifejezés lett, illetve annyira arra vezethető vissza, hogy azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon lentre kell gördítenünk, hogyha nem hardverekről szeretnénk képeket nézegetni mining rig kifejezésre. Bányászni egyébként lehet egyedül is, meg úgynevezett poolban is. A legnagyobb ilyen pool a BTC Guild.
A poolban lévő bányászatnak az a lényege, hogy több számítógép összeáll, összeadják a számítási kapacitásukat, és közösen egyesült erővel próbálnak meg blokkot létrehozni, majd az így befolyó összeget, különböző koncepciók vannak, de valamilyen koncepció alapján szétosztják. Ezáltal csökken a variancia, sokkal tervezhetőbb lesz a bevétel. Előfordulhatna, hogy megveszem a legdurvább basicot, és mit tudom, egy évig nem jön ki egy darab blokk sem. Tehát sokkal kisebb a variancia, hogyha valaki poolban bányászik. Én is a BTC Guildet próbáltam ki egyébként. Van egy CG Miner nevű alkalmazás, ez a legelterjedtebb, ismeri az összes GPU-t, a legtöbb basicot, tehát nagyon kompatibilis szoftver. És a BTC Guildnek a weboldala pedig elég nagy segítséget ad az úgynevezett workereknek a menedzsmentjére, tehát a workerek ezek a számítógépek, amik a számítást végzik. Grafikonokat lehet letölteni worker speedről, tényleg nagyon hasznos. Beszéljünk egy kicsit az anonimitásáról is a bitcoinnak. Azt már mondtam, hogy itt a tranzakciók teljesen publikusak. Ellentétben mondjuk a banki világban megszokott tranzakciókkal, amiket ugye jó esetben nem tud senki, csak én meg a kedvezményezett fél, jó nyilván a bank is. Viszont itt a címünk nem feltétlenül publikus, sőt, az a célunk, hogy a fizikai személyünktől függetleníteni tudjuk a bitcoin walletünknek az adresszét. Legalábbis, hogyha úgy szeretnénk ezzel vásárolni, hogy az legitim marad. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy pont az ellentétje igaz, mint a valódi világban egy hagyományos banki rendszernél, ahol ugye azt nem tudják, hogy mi a bankszámlaszámunk, illetve azt az utalót tudják, de lényeg az, hogy a tranzakciók egyáltalán nem publikusak. Egyébként elég sokféleképpen károsodhat az anonimitásunk, például kapásból akkor, amikor megveszünk a bitcoint. Vagy akkor, amikor vásárolunk valamit az interneten, és mondjuk ott megadjuk a lakcímünket. Vagy egész egyszerűen olyan tranzakciókat bonyolítunk, hogy ez valamilyen módon visszakövethetővé válik. Netán publikusan elérhető adatok, például egy fórumon megadom a bitcoin címemet, ahol egyébként az én személyem is ismert. Tehát elég sok ilyen buktató van. Hát nézzük rögtön a vásárlást. Mt.Gox-nál például ahhoz, hogy bitcoint vásárolhassunk, ez is kell egy proof of identity, ugye ez egy vezetői engedély, vagy egy személyigazolvány, vagy valami, valamint egy proof of residency, ami valami lakcímet igazoló dokumentum, amennyire én kivettem, ez mondjuk egy közüzemi számla, vagy ilyesmi, de én például a lakcímkártyámat küldtem el nekik szkenelve, és elfogadták, úgyhogy így is működik. Lényeg az, hogy minden személyes adatom ott van náluk, és nyilván innentől kezdve ők azt is tudják, hogy melyik wallet címre utalják ki a pénzemet, tehát rögtön a személyemhez van kötve a pénz. Egyébként nem fogadnak el a legtöbb ilyen tőzsde oldalon kredit-debit kártyát, csak wire transfert, vagy esetleg hagyományos átutalást, vagy azon kívül esetleg néhány extra megoldást, egész egyszerűen azért, mert mint említettük, a bitcoin, hogyha egyszer átutalásra kerül, azt már nem lehet visszacsinálni, az ott van fixen. Még egy bankkártyás tranzakció lényegesen lazább, ott még lehet ügyeskedni a banknál, esetleg jóváíratni, meg ilyesmi. Tehát általában nem fogadják el a bankkártyákat. Jó, hát az ígért egy slide a torról. Azt gondolom, hogy már mindenki ismeri, mindenki használta, esetleg aktívan használja, úgyhogy tényleg csak így az alapokat szeretném elmondani. Ugye Alice szeretne anonim kommunikálni, úgyhogy egy titkosított csatornán keresztül eléri az első tornódot, amiknek ő egyébként letölti az egész előtt az adatbázisát, majd neki küldi be a forgalmat, és a tor hálózaton belül pedig ez a forgalom szépen össze-vissza rútolódik, végeredményben remélhetőleg az anonimitását megőrizve. Van még egy fontos jelentősége a tornak, segítségével el lehet érni olyan szájtokat is, amiket egyébként nem, tehát ez az Onion top level domain, ugye, ahol annak az anonimitása miatt olyan szolgáltatások is jelen vannak, amik a Clear Web-en nincsenek. Találtam egy képet, ami nagyon jól illusztrálja a helyzetet. Aki hagyományos módon használja a böngészőt, az ott fönt szörfözget a tenger hullámain. Ahhoz, hogy lemerüljünk oda a hackerek, a kormányzati megbízásból dolgozó biztonsági szakemberek meg ilyesmik közé, ahhoz a Tor Network használata szükséges. Ez történhet egy sima Tor browserrel, például ugye, ami egy módosított Firefox, de van erre egy módosított Debian oprendszer, amit Tails-nek hívnak, az szerintem még jobb megoldás tud lenni.
És akkor, hogyha már a publikus IP címünk el van fedve, illetve bitcoinunk is van, akkor már csak azt kéne valahogy megoldani, hogy a tranzakciós el legyen fedve, tehát anonimizálni egy pénztárcát. Itt most a példában Alice és Bob szerepel, de nyilván Bob pénztárcája helyett lehetne Alice-nak a második pénztárcája is, tehát utalhat magának is, neki tényleg csak annyi a cél az egészben, hogy ez a tranzakció ne legyen visszakövethető, tehát az a pénztárca, ahova utal, az mondjuk azt, hogy teljesen mentes legyen minden információtól, hogy honnan jött ez a pénz. Hogyha közvetlenül utal neki, az nyilván nem jó megoldás, mert az összes tranzakció publikus, tehát ez így nem működik. Be kell itatni egy központi szolgáltatót, akinek meg lehet ezt oldani, hogy Alice az egyes pénztárcájába utal, a szolgáltató pedig a kettes pénztárcájából utalja ki Bobnak a pénzt, mindezt úgy, hogy a szolgáltató pénztárcái közt semmilyen összefüggés nincsen. Ez így elvileg teljesen jó, meg van törve a láncolat, nem visszakövethető. Vannak erre is módszerek. Ezt már csak a leggyengébb mixing providerek használják, pont azért, mert hogyha valaki időben egymáshoz közel elhelyezkedő és egyenlő vagy közel egyenlő értékű tranzakciókat keres, akkor előbb-utóbb találni is fog, és ez mondjuk nem feltétlenül jó. Nyilván vannak erre is trükkök, hogy ezt hogy lehet kivédeni. Mi lenne például akkor, hogyha Bobnak két pénztárcája lenne, és itt szépen szétszplitelnénk a kimenő pénzt. Így rögtön nem lenne annyira egyszerű megtalálni, de nyilván lehet ezt még tovább bonyolítani, mondjuk a mixing provider is több pénztárcából utalja ki a pénzt, és nyilván itt a zöld csíkokat a végtelenségig lehetne bonyolítani, illetve időbeli elhatárolással is lehet operálni. Lehet, hogy az egyik tranzakció csak órák vagy esetleg napok múlva megy ki, így már azért ember vagy algoritmus legyen a talpán, aki ezt az egészet visszabogozza. Minél nagyobb a pénzösszeg, amit mixelni szeretnénk, értelmiszerűen annál bonyolultabb helyzete van a mixing providernek. Van egy nagyon jó white paper, itt a slide alján, a Malte Mőszer nevű úriember írta, nagyon hasznos olvasmány. Ő tesztelte ezt a három mixing providert, azt találta, hogy a BitLaundry ott azért elég közvetlenül összerendelhető volt az input meg az output tranzakció, úgyhogy legalábbis abban a tesztben ez nem szerepelt annyira jól, de a másik kettőnél például nagyon érdekes volt végignézni, hogy milyen láncolaton megy végig az utalás, mennyire bonyolult és összetett feladatot végez egy ilyen mixing provider. A Bitcoin fog egyébként csak Tor Networkről érhető el, bár Clearweben is van portáljuk, de ott végül csak ez az Onionos cím van fönt, és arra kérik a usereket, hogy onnan intézik az ilyen ügyeiket. A blockchain info pedig végül is mindenhonnan, kicsit kisebb a díja is, mert hogy ezeknek a szolgáltatásoknak nyilván van egy bizonyos díjuk, ami egyébként nem túl magas, tehát ilyen általában ez a 1,5%, ez egy elég jó mondható. És természetesen, hogyha valaki Tor Networkön keresgél, azért ott is lehet találni különböző mixing szolgáltatókat, akik mindenfélét ígérnek. Olyannal is találkoztam, ami konkrétan azt mondta, hogy ne használd a Bitcoin fogot, mert az az NSA-nek a mixing oldala. És hogyha már a veszélyeknél tartunk, hát vannak azok is, tehát azért egy mixing provider az nagyon jó megoldás, de mint mindenhol az informatikai biztonságban itt is azért eléggé észnek kell lenni. Például nem tudhatjuk, hogy egy ilyen bonyolult tranzakciós sorozat után, mert ugye ez egy elég bonyolult tranzakció, amit a mixing providernek végeznie kell, biztos, hogy logolnia kell valahogy ezt a rengeteg tranzakciót, hogyha bármi hiba van, tehát lényeg az, hogy logolnia kell minden egyes lépést, ez teljesen biztos. Vajon ezek a logok egyáltalán törölve lesznek-e, és hogyha igen, akkor mikor? És hogyha valami balhé van, akkor vajon egy ilyen mixing szolgáltató kiadja-e az adatainkat a hatóságnak? Tehát ezek azért érdekes kérdések. Meg egyáltalán, hogyha már szóba került, most egy ilyen elcsépelt például jöttem, hogy NSA, de nyilván bármelyik hárombetűs szervezet állhat egy ilyen mixing provider mögött, és kapásból látja az összes tranzakciót, meg esetleg azt is, hogy mit veszünk az anonimnak hitt bitcoinunkból. Persze kézenfekvőnek tűnik a megoldás, hogy semmi gond, használjunk több mixing szolgáltatót egymás után, szépen sorosan. Valamelyik csak megbízható, jó esetben több is azokból, amiket láncba fűzünk. Ennek persze az a hátránya, hogy emeli a költségeket. Tehát mondjuk az előző white paper-t író úriember ezt kipróbálta, tehát 4-5% tud már lenni, így ugye nyilván egyszerűen kiszámolható, de lényeg az, hogy emeli a költségeket. Azon kívül mi van akkor, hogyha ott lebeg a pénzünk, ugye beszéltünk időbeli elhatárolásról is, várjuk, hogy az valamelyik output csatornán megjelenjen szépen nálunk, ami pénztárcánkba, és mi van akkor, hogyha közben egész egyszerűen
csődbe megy, lekapcsolják, valami baleset érje a mixing providerünket, úgyhogy ott van nála rengeteg pénzünk. Erre volt példa, Insta Wallet-nek lehet utána olvasni, hogyha valakit ez részletesebben érdekel. És ez pedig már csak így megjegyzésként szúrtam ide, hogy a Bitcoinnek az az alapelve, hogy peer-to-peer decentralizált, és mi egy ilyen mixing provider, hogyha nem centralizáció. Tehát ez pont kicsit azt lehet mondani, hogy ellentétesen szembe megy a Bitcoin alapfilozófiájával. Jó, és akkor azt lehet mondani, hogy ha ezen mind túl vagyunk, akkor már van valami. Van valami anonimizált fizetőeszközünk, nézzük meg, hogy mire lehet ezt elkölteni. Hát legegyszerűbben, ugye most itt pár illegális dolog, lehet venni belőle drogokat, lőfegyvert, Desert Eagle, 50-es kaliberűt nem találtam, csak ilyen vacak 44-est. De lényeg az, hogy elég sokféle dolgot lehet belőle venni. Látszik, hogy mindenhol bitcoinban vannak az árak. Tényleg jogosítvány, bankkártyaadatok, PayPal ökkontok, eBay ökkontok. Ezek most csak azért vannak itt, hogy megmutassam, hogy miket lehet venni, hogyha valaki ilyeneket szeretne. Nyilván majd az IT vonatkozású vásárlásokra fogok részletesebben kitérni. Még annyi aktualitást szeretnék hozzáfűzni, valószínűleg már olvastátok. Október 2-án lekapcsolták pont ezt az oldalt, ahonnan például ez a screenshot is származik, ez a Silk Road egyébként. Ez volt a legnagyobb, 2011 óta létezett, és ez volt a legnagyobb drogok vásárlására lehetőséget adó szájt. És hát igazából csak screenshotolgattam, és egész egyszerűen egyik nap már ez a kép fogadott. Aztán másnap olvastam, hogy mi történt. De azért hoztam ezt a példát, hogy lássuk, hogy milyen kihatása van még egy ilyennek is a bitcoinra. Gyakorlatilag pár óra alatt 20 dollárt esett ennek hatására a bitcoin. Oké, hát nézzük, hogy milyen IT vonatkozási lehetőségeink vannak, hogyha már van valami szép tiszta bitcoinunk. Először is vásárlóként vásárolhatunk mindenfélét. Hát ugyanúgy, mint ahogy drogokat meg lőfegyvert, nyilván exploitokat, DDoS szolgáltatás, spameket, tényleg azt lehet mondani, hogy bármit. Illetve miért állnánk meg itt, lehet, hogy még szükség lesz rá, lehet saját botnetet is építeni, erre is megvan többféle üzleti modell is. Én ebből kettőt fogok részletesen ismertetni, egyiket pedig említés szinten, de ezek a legjellemzőbbek. Néhány hirdetés, hát én most DDoS hirdetéseket kerestem, mert most értne. Hát azért itt 20 gigabit per szekes sávszélességet ajánlnak. Hát szerintem kevés olyan szerver lóg, ami ezt a 20 gigabitet elbírja. És hogyha azt veszük, nem is drága. Tehát ez a két óra az pont elég egy csúnya odavágásra, és egy bitcoin az ára. Tehát azt gondolom, hogy nem túl drága. És hát ilyenekből nyilván van egy csomó. Találhattam volna még egy csomó, de egyelőre ennyi. És hogyha saját botnetet szeretnénk építeni, arra ez az egyik megoldás, a Paper Instar szolgáltatás, a másik pedig az Exploit, ez a service. Mind a kettőbe kicsit belemegyünk, hogy mi ez és hogy néz ki. Paper Instar-nál itt vannak a kliensek fölül, mindegyiknek van valami kis szoftverecskéje, amit telepíteni szeretne X darab gépre. A kliensek határozzák meg, hogy hány darab gépre kerüljön föl, sőt még az is, hogy melyik földrajzi régióban szeretnék ezeket a áldozatgépeket kapni. Fogják a pénzüket, meg a szoftverüket, hogy odaadják egy ilyen PPI service providernek, aki pedig előzetesen megfertőzött gépekre rárakja a kis downloaderjét, majd a downloaderen keresztül letölteti ezeket a szoftvereket, amit a kliensek adnak neki erre a célra. Előfordulhat az is, hogy a PPI Service Provider third party-nak kiadja a piszkos munkát. Ezek az úgynevezett affiliate programok. Clearweben nagyon sok hirdetés van, ahol megbízható affiliate-eket keresnek, akiknek végül is az a feladatuk, hogy minél több gépet megfertőzzenek, és telepítsék rá a szolgáltató által biztosított downloader programot, amin keresztül a szolgáltató majd rárakja a kliens szoftvert. Persze nyilván a költséghatékonyság optimalizációja miatt egy ilyen affiliate dolgozhat több PPI service providernek is egy időben, meg nyilván onnan több kliens szoftver fog jönni, és az se biztos, hogy a mi PPI service providerünk nem fogja még a konkurens ügyfeleknek a cuccait is rápakolni a gépre.
végeredményben ennek köszönhető az a jelenség, amikor egy PC egyik napról a másikra ugye hirtelen fake AV üzeneteket dobálgat, belassul és szinte használhatatlanná válik. Ez elég gyorsan megtörténhet. Hát itt van ennek a szolgáltatásnak a lényege összefoglalva. Szintén van egy nagyon jó white paper erről is, részletesebben teszt eredményekkel, a tesztnek a körülményeit is kifejtve. De alapvetően, amit már elmondtam, azok itt vannak a szlájdon, amit még nem, hogy a white paper statisztikái szerint 20 malwareből 12 ilyen PPI modellben terjed, ami azt gondolom, hogy nagyon számottevő, valamint, hogy a terjedéshez minden eszközt felhasználnak, tehát a drive-by downloadokat épp úgy, mint a legitim szoftverekbe ágyazást, vagy social engineeringet. Tehát tényleg nincs semmi gát ilyen szempontból, mindent használnak. Valamint ezeknek a PPI providereknek azért elég gyakran módosul a neve. Maga a szolgáltató az ugyanaz, aki mögötte van, de mégis azért úgy változtatják ezt a nevet. Ez itt néhány olyan ex-PPI provider, akikről egyébként részletesebben itt a lenti linken lehet olvasni, de lehet találni, tényleg Clearweb-ben hirdetik magukat ezek a PPI providerek. Most nem mertem élő képeket berakni ezekről, mert sajnos nagyon nehezen meghatározható, hogy ezek most legális szolgáltatást nyújtanak, és tényleg csak valami reklámprogramot szeretnének telepítetni, vagy tényleg rossz fiúk. És nézzük a másikat, ez az exploit, ez a service. Ez így nem biztos, hogy ismerős, de majd, hogyha megnézzük, hogy mi áll a dolog hátterében, akkor biztos vagyok benne, hogy sokaknak ismerős lesz. Ez arról szól, hogy az áldozatot valamilyen URL-en keresztül, majd az ezt követő rengeteg átirányításon keresztül átirányítjuk egy olyan szerverre, amilyen valamilyen exploit kit fut. Legjellemzőbben egyébként a black hole. Azt hiszem, hogy 29% a rossz indulatú URL-eknek black hole exploit kitre vezet. És itt ez az exploit kit valamilyen böngésző vagy böngésző plugin sérülékenységet kihasználva a kliensektől kapott kódot feltölti az áldozat gépére. Nyilván ennek is megvan a maga fizetési modellje, ami minket annyira nem érdekel, és erről is van egy nagyon jó white paper egyébként, szintén itt a lila téglalap alján. 29% igen, jól emlékeztem. És egyébként ez egy nagyon egyszerűen menedzselhető web alapú, illetve web felületű menedzsment felületet ad a kliensek kezébe, amiben különbözik a PPI rendszertől például, hogy itt ugye rossz indulatú URL-ek, meg ilyesmi, illetve rossz indulatú szerverre mutató URL-ekről beszélünk, csak drive-by download-dal fertőzzük a gépeket. Jó, és a kettő közt itt félúton van még egy olyan, ami kicsit az egyik, kicsit a másik is, de igazából úgy egyik sem. Ez a Traffic PPI, ami végül is PPI, de csak drive-by downloadokat használ, vagy hogyha úgy tetszik, exploit ez a service, de azzal a segítséggel, hogy miután megvettük a szolgáltatást, tehát a szervert, amin fut az exploit csomag, utána még a bejövő forgalmat, tehát még az áldozatot is biztosítja nekünk a szolgáltató. Tehát még azzal se kell fáradoznunk, hogy nem tudom, e-mailekkel spammeljük az embereket, hogy gyertek itt, tök jó URL-ek vannak, csekkoljátok le, hanem ezt az egészet egyesítik, és hogyha kicsit elképzeljük, hogy ezt az egész képet elforgatnánk 90 fokba, és ez a három réteg itt szépen összeomlik egyé, akkor végül is szinte a PPI-t kapnánk. Azt lehet mondani egyébként, hogy bár itt három különböző megoldásról beszéltem, a valóságban ezek sokkal árnyaltabbak, sokkal inkább összemosódik ez az egész. És hát ezt a képet szeretném még egyik utolsó gondolataim közt bemutatni, mert annyira fantáziadús és annyira szellemes, hogy azt gondoltam, hogy mindenképp itt van az előadásban a helye. Valamint egy cikkben olvastam, ami szerintem nagyon idevág és nagyon találó, hogy attól, hogy a bankrablók autót használnak, még nem biztos, hogy az autó az egy rossz dolog. Tehát nyilván a bitcoin is egy olyan megoldás, amit lehet rosszra használni, de nagyon sok nagyon jó lehetőség rejlik benne. Például karitatív szervezeteknek egyre inkább van bitcoin címük, egyre inkább lehet nekik bitcoinba is utalni.
Hogyha valaki szeretné ezt az egészet, amit itt elhangzott, továbbolvasni, akkor ezek a linkek szerintem a legjobbak, nagyon hasznosak, nagyon jól magyarázzák a témát. Illetve nyilván még így a 41. szlájd után is maradtak kérdések, úgyhogy a végső választ azt megadnám a 42-en, de itt vagyok még egész nap. Hát ez a pár óra, ami még hátra van belőle, illetve holnap is, úgyhogy fussunk össze és beszéljünk. Köszönöm szépen!